Édesapám 1884-ben született Nagykőrösön. Harcolt az első világháborúban. 1926-ban házasodtak össze édesanyámmal, Sebestény Leonórával. Eltartotta a családot. Anyám otthon maradt, de a 40-es évektől anyukám lett a család fenntartó. Nagykőrösön születtem 1928-ban. Egyetlen gyerek vagyok. Nagykőrösön mindig jártunk templomba, de nem voltunk ortodoxok. A nyarak úgy teltek, hogy reggeltől estig a strandon voltunk. Én ülök itt az unokabátyámnak a nyakában. Apai nagyapám volt az alapítója egy gyümölcs és zöldség nagykereskedésnek, ami sokáig jól ment. Kérek 20 kiló szőlőt, 40 kiló sárga barackot és 50 kiló gyönyörű. Apukám elment reggel, beszállt az autójába, gyümölcsöt, zöldséget vásárolt Nagykőrös környékén. Aztán mindent behoztak a raktárba, és sok-sok asszony csomagolt. Hűtővagonokban szállították az árut Németországba és Svájcba. Egészen 1941-ig jól ment az üzlet. Akkor a cég tönkrement. Akkor költöztünk föl Budapestre. Amikor már az édesapámnak a lehetőségei a kenyérkeresett terén kimerültek, az anyukám lett a család fenntartó. Ez a kép a nagykőrösi házban, az udvarban, a raktár előtt készült. Nem sokkal azelőtt, hogy elköltöztünk Nagykőrösről. Balra a nagynéném és egy unokatestvér áll. Mellette a nagymamám, anyukám és én. Én ezektől a nőktől tanultam mindent. Ben elmentem Ravensbrückbe, abba a táborba, ahová deportáltak minket. Ott vesztettem el a családom nőtagjait. De úgy érzem, hogy a mai napig mellett. A háború után Szamosi Ivánné kétszer ment férjhez, és két lánya született. Ben az akkor már 60-as éveiben járó Szamosi Ivánné, aki anyjától és nagyanyjától megtanulta, milyen az erős, talpra esett nő, munkatársaival könyvkiadót nyitott, amelyet mind a mai napig vezet.